Vasárnap mondhatni 6 pontos mérkőzéssel kezdi a tavaszt a labdarúgó NB1-ben a Ferencváros a bajnok Győr ellen. Itt mutatkozik be élesben az új német vezetőedző Thomas Doll, és persze az új igazolások is akár, ugye Dibusz Pavlovics, Ugrai és Lackó Buksi. Kispadon változatlanott a segítő tréner Máté Csaba, mellette pedig a 60. születésnapját a napokban ünneplő Ejzeman László masszőr. Velük beszélgetünk a Fradi idénykezdéséről. Jó reggelt kívánok, és hát boldog születésnapot. Hogyan ünnepelt a zöldfehér tábor meg a csapat itt a jubileum kapcsán? Hát inkább csak a csapattal ünnepeltem az öltözőben a 60. születésnapomat, és hát reggel az edzés előtt egy kis pogácsát vittem a srácoknak, és edzés után pedig egy kis tortával köszöntöttem őket, hogy köszöntsenek engem meg. És egy jó fizikai állapotban várja a társaság a tavaszi idénykezetet? Hát én úgy érzem, hogy igen, jó állapotban vannak a srácok, alig várjuk a kezdést. Csaba, kár, hogy a 17. forduló után jött ez a téli szünet, gondolok arra, hogy lendületben volt a videótan után a csapat, mennyire fog ez kitartani tavasszal? Hát ezt nehéz mondani, hiszen amikor Diósgyőrben nyertünk, akkor is azt gondoltuk, hogy lendületbe kerültünk. Uh-huh. Tehát egy meccsből ezt nehéz mondani, hogy most lendületben van a csapat. Az biztos, hogy nagyon fontos győzelmet arattunk a videótonnál, hiszen reális esélyünk maradt arra, hogy a dobogón végezzünk. Amit Laci is mondott, nagyon várjuk a kezdést, csak rá kell nézni a tabellára, mindenki látja, hogy milyen fontos mérkőzés ez a vasárnap. Hát abszolút. Kű Lajos, a klub egykori legendája itt a műsor elején a Ferencváros nevezte a titkos bajnoki esélyesnek. Hát itt ő még a 10 pontra is azt mondta, hogy szerinte behozható. Azt nézzük meg, hogy hogyan telt a szünet. Tehát az edzőtábor után már tisztán láttatok-e Dollmesterrel a keretet illetően, vagy akár a lehetséges jó kezdőcsapatot illetően? Hát ez a 8-7-es felkészülés azért időt ad egy új edzőnek is arra, hogy megismerje a játékosokat, akár szakmailag, akár emberileg. Tehát az első időszakot abszolút arra használta föl a Thomas, hogy mindenkivel megismerkedjen, mindenkiről kapjon egy képet. Ezt követően próbáltunk igazolni, posztokra igazolni. Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív az, hogy a 4 játékosból 3 magyar játékos, fiatal tehetség is van közte. Tehát ez egy irányt mutat, mindenkinek van reális esélye akár a kezdőcsapatba is bekerülni, ezt elmondta ő is, hogy nem a kispadra szeretne igazolni, úgyhogy szerintem most már abszolút tisztább a képe neki, illetve ugye egyre jobban tájékozódik a többi csapatról is, hiszen nagyon fontos, hogy a többi csapatról is képbe legyünk. A csapat fizikai állapotáról még egy kicsit részletekben nézve, Buzsák Ákos teljesen rendben van-e, Szomália teljesen rendben van-e, mi van Leonardóval, szóval egy kicsit nézzük meg. Hát a Buzsák Ákossal kapcsolatban ő még sajnos nincs rendben, őnek még kezelések vannak, és hát neki még egy kis hosszabb idő lesz sajnos, amíg ő vissza fog térni a pályára, legalábbis hetek. Hetek kérdése. A Szomália már teljesen rendben van, a Leonardo már teljesen rendben van, ők már harcakészek lesznek a hétvégén. Egyéb nehézségek? Hát egyéb nehézségek, még a Holman Dávid sajnos ő sem teljesen egészségesnek, és még egy-két hét lesz sajnos a sérülése utáni időszak. Csaba, azt nézzük, hogy ugye a jobb hátvéd poszt az, ahol évek óta nem sikerült nevelni vagy igazolni igazán jól bevált játékost, és kényszermegoldások vannak. Most egyértelműen Besicsnek vannak esélyei erre a posztra? Az látszott, hogy a Szombathely ellen nem annyira ízlett neki még ez a feladat, de hogy mondjam, megszerettetitek vele? Hát én nem láttam azt, hogy annyira nem ízlett neki ez a feladat, hiszen az első félidőben a Radó Andris ellen szerintem megoldotta a feladatát, egyszer hibázott, amiben volt egy helyzetük. Akkor ízlett neki, azt mondom. A második fél időben meg szerintem kimondottan följavult, sőt, volt egy veszélyes betörése. Tehát ő egy alternatíva lehet erre a posztra, és a jövőjét tekintve is szerintem nagy lehetőségek vannak benne, hogy akár nemzetközi szinten ezen a poszton jó legyen. Na most egy kicsit világíts meg, mert ugye itt mindenki, és a Fradi tábor annyira vitatkozik meg, sokan értetlenkednek, hogy a bosnyák tehetség miért került ki a védelem tengelyéből. Valószínűleg ezt mond meg, az lehet az igazság, hogy főként egy német edzőnél a védelem közepén jóval magasabb játékosoknak kell lenni. Ez a megoldás? Hát Thomasnak ez a, igen, valóban így gondolkodik, hogy belül magas játékosok legyenek, a beívett labdákkal jobban ki tudjuk fejelni ezeket, hatástalanítani tudjuk, és ennek egyik oka ez.
A másik ok, amit mondtam, hogy lehet, hogy Momo számára is ez egy alternatíva lehet, hogy egy szinttel vagy akár kettővel magasabbra lépjen. Én szerintem ezen a poszton nagyobb esélye van neki. Az más kérdés, hogy a magyar bajnokságban valóban úgy megoldja a belső védő pozíciót, ahogy nagyon kevesen, de hosszú távon lehet, hogy neki is jobb lesz ez, hogyha jobb hátvédként tud szerepelni. Hát meg ugye a felkalandozó kedvét is ott ki lehet élni. Hát ki tudjuk használni azt, hogy rengeteget tud futni, jó az egy elleni játékba, támadásba, be tud adni. Én azt gondolom, ezek mind olyan dolgok, amiket egy jó jobb hátvédnek tudni kell. Összegészében Thomas Dolla mindenképpen egy sokkal biztosabb védekezést ígérhettek? Hát azt látni kell azt, hogy ennyi kapott góllal nagyon nehéz a dobogóra kerülni, tehát ezen mindenképpen javítani kell. Ez nem azt jelenti, hogy a védők nem jól csinálják, vagy nem jól csinálták, vagy a kapus a dolgukat. Az egész csapatnak együtt kell, jobban együtt kell védekezni, közelebb kell lenni egymásnak a játékosokhoz, hogy ki tudják egymást segíteni. Ebben mindenképp előrébb kell lépni, különben nagyon nehéz dolgunk lesz feljebb menni a tabellán. Ki lesz a fazon szabásza a középpályán, ami ugye össze sokszor nagyon hiányzott. Kit láttok ti erre a legalkalmasabb jelöltnek? Hát, én azt gondolom, hogy ez az igazi fazon szabász, a régi idők tízese vagy irányítója, azért ez már kiveszőben van a mai futballban. Mindenkitől elvárható az, hogy ha nála van a labda, akkor ő az irányító, ő határozza meg a játékot. Látjuk a nagy csapatokat, a jobb hátvéd úgy futballozik, mint régen az irányítónak mondott játékosok. Tehát igazából szerintem egy játékosra ezt a terhet rátenni felesleges, meg nem is szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy valóban azért legyen több kreativitás a csapatban. Erre vannak játékosok, akik erre alkalmasak, akár egy Holman, egy Leonardo, ők erre alkalmasak. Meglátjuk, hogy ki mennyi szerepet kap, és akkor milyen lesz a csapat. Az a játékép, az a stílus, amit a Fraditól várhatunk, az továbbra is egy kiváló erőnlétre alapozott masszív letámadás lesz? A Fradi mindig nyomás alatt tartja az ellenfeleket? Hát szeretnénk sokszor nyomás alatt tartani az ellenfelet, azonban ezt egy kicsit váltogatva azzal is, hogy ha úgy adja akár az eredmény, vagy ugye 90 percen keresztül nem lehet letámadást játszani, akkor néha esetleg hátrébb húzódva próbálunk meg labdát szerezni. Igazából itt mindig az a fontos, hogy a csapat játékosai közel legyenek egymáshoz, hogy a pálya melyik területén próbálsz meg akár letámadással, akár tolódással labdát szerezni, az már a taktika része. Milyen a hangulat? Jónak mondható, alig várjuk mondjuk a kezdést, tényleg mindenki várja. Az első győzelem nagyon szeretné megnyerni az első meccset. És milyen a hangulat olyan értelemben a közösség szintjén az érkezőkkel, meg az, hogy azért történtek változások a télen is a keretben? Igen, hát ugye hogy visszajött a Buksi a csapathoz, hát ugye későbbiekben is ugye hatos játékosunk lesz nagyon, és hát mindenki várta. Szóval egy régi fradista volt. Hát igen, Lackó Zsolt az ő javított a hangulaton. Szintű játékos is különben, ő tud javítani a hangulaton. Hát a válogatott kerettag is, igen. Igen, azért mondom, hogy itt nagyon vártuk. Hát a többiek a kapcsolatban pedig ugye itt van a Pavicevics, hát ő egy nagyon jó kis futballistának tűnik. Reméljük, hogy ez igazolja és majd a első mérkőzés. Az eldőlte Csaba, hogy ki lesz itt a stabil kezdőkapus? Szerintem igen. Dibusz Dénes. Majd kiderül. De azt mondod, hogy eldőlt, és majd kiderül. Jó, akkor szerintem Dibusz Dénes, de majd meglátjuk. Több fiatalt is kipróbált a felkészülés során az edzői stáb. Kiket láttok olyannak, akik a csapatba, a csapat közelébe kerülhetnek gyakrabban is? Hát ugye most már kialakult a keret, akivel fogunk dolgozni a tavasz folyamán. Hát úgy néz ki, hogy a Csillus Tamás, a Péter Antal, illetve a Nagy Dominik azok, akik az első kerettel készülnek. A hét elején biztos, és a hét végére majd kialakul az, hogy ki tud belekerülni a 18-as keretben, talán a kezdőcsapatba, és a többiek egyelőre a második csapattal készülnek, de folyamatos az átjárás, tehát egy edzésre is, ha szükség van játékosokra, meg tudjuk beszélni. Lipcsei Peték ugye ugyanott edzenek, sokszor ugyanakkor is edzenek, de azt gondolom, hogy olyan a kapcsolat, hogy a folyamatos az átjárás a két csapat között. Számítatok-e arra, hogy a Fradinak az előbb említett Lackó Zsolt mellett majd a tavasz folyamán, ha jól megy, akkor egyre több játékost kell adni a válogatott keretbe, és ugye lesznek az összetartások, tehát itt azért azt gondolom, hogy elég komoly egyeztetéseknek kell majd lenni.
Hát az egyeztetések már lezajlottak, igazából a kapitány meglátogatta a klubunkat, akkor a vezetőedzőnk, a Thomas azt kérte, hogy a beleki edzőtáborba ne menjenek el a játékosaink, hiszen ő ugyanolyan új ebben a magyar futballba, ahogy a kapitány, a szövetségi kapitányi poszton. Tehát ez volt a kérés, viszont azt mondta, hogy ezekre az összetartásokra, amik most vannak a bajnokság közben, azokra ő elengedi a játékosokat. Én azt gondolom, hogy ennek most nem lesz akadálya. Természetesen büszkék vagyunk rá, hogyha minél több válogatott játékosa van egy csapatnak, akár a felnőtt, akár az U21-es válogatottat, ha nézzük. Reméljük, hogy ők hozzásegítik a válogatottat a sikeres szerepléshez. A magyar pályák állapota, amiről sokszor szoktunk szót ejteni, Csank Jánossal beszéltünk valamelyik nap, hogy hát bizony még mindig nem olyan pazar a helyzet. E tekintetben milyen külön fizikai feladatok vannak magyar pályállapotok, igazán jó pályállapotok, ideális állapotok között, hogy rendben legyenek tartva a játékosok? Az a helyzet, hogy azért magyar pályákon... Egy jó kis esős tavasz. Például most szenvedtünk egy kicsit a szombathelyi mérkőzésen, mert nagyon mély volt a pálya. Uh-huh. Hát utána azért a két masszőrnek, a Lipcsei Gabinek, mert nekem is azért volt rendes a munkánk, mert ugye hát ezek a combok ilyenkor azért beállnak, bekeményednek, és azért ezeket ki kell lazítanunk. Uh-huh. Szóval itt azért rendesen kell dolgozni, és egy-két nap eltelt, mire a játékosok újra frissek voltak. Említetted, Csaba, hogy iszonyatosan fontos a csapatnak ez a kezdés, ez a Győr elleni mérkőzés, hogyha ha ez a számolgatás folyik nálatok 10 pontra az elsőtől, az ötödik helyen 3 pontra a dobogótól, akkor mely pillanatokat láttok így előre kulcsmomentumoknak ezen a tavaszon? Hát persze tudjuk, oké, minden meccset egymás után meg kell nyerni, de mégis azért gondolom, hogy ti azért szépen felépítettétek az ívét, hogy hol lesznek a döntő pillanatok. Én azt gondolom, sokszor elkövettük már azt a hibát, hogy mindenki számolgat előre. Rá kell nézni a sorsolást, az első meccs ugye a Győr, a második az MTK, a harmadik a Debrecen, ez adja magát, hogy itt az első három fordulóban mindenképp arra kell törekedni, hogy legyen további is esélyünk arra, hogy fellépjünk a dobogóra. Ha ezek a mérkőzések nem úgy sikerülnének, akkor nagyon nagy hátrányba kerülnénk. De én azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell nézni ezt a dolgot, a következő ellenfél a Győr, őket kell legyőzni, hiszen egy győzelemmel akár már most fölléphetnénk a dobogóra. Ha nézitek a környezetetekben a riválisokat, akkor a tél után te milyen változásokat észlelsz, erősödéseket ott az élmezőnyben? Én azt gondolom, hogy az élmezőnyben egyik csapat se gyengült, tehát ezt el lehet mondani, akár a Debrecen, akár a Vidi, akár a Diósgyőr, a Győr, de ide vehetjük a haladást is, hiszen a szombathelyek is meg tudták őrizni, tartani az értékeiket, hiszen szó volt róla, hogy esetleg egy-két játékos távozik. Tehát, de ugyanakkor azt látni kell, hogy mi nagyon sok pontot hullajtottunk el az idézőjelbe kisebb csapatok ellen, akik a tabella hátsó régiójában vannak, tehát számunkra a fontos feladat, hogy ezek ellen, a csapatok ellen javuljunk fel. Na hát akkor megadtad a választ az előző kérdésre is. A végén, erre a bizonyos 60. születésnapra, a csapattól mit lehetne tavasszal utólagosan és ajándékba kérni? Én megmondom őszintén, én most is a bajnokságot várom a csapattól. Ettől függetlenül, hogy 10 ponttal vezet a Debrecen. Én olyan hát bízom benne. Kell, úgy, mint Kül Lajos, abszolút, titkos esélyes. Jó. Hát akkor jó hadjáratot, meg jó tavasz nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.